Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Tovább folytatódik a Makói Paktum. Fejlődés és fejlesztés a 8-as számú választókörzetben. A vírus nem fog eltűnni, vele szemben csak mi védhetjük meg magunkat. Közel 365 millió forintból 2022. december 31-ig tovább folytatódhat az a foglalkoztatást és munkaerőpiaci helyzetet támogató projekt, amelyet városunkban csak Makói Paktum néven ismernek. Makóváros önkormányzata a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatallal és a megyei közgyűléssel közösen így továbbra is segítheti azokat, akiknek arra szükségük van a talponmaradásban vagy az elhelyezkedésben. Még 2017-ben indult topos keretek között a Makói Paktum, amelyben az önkormányzat, valamint a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal lépett be egy közös konzorciumba. A projekt célja az volt, hogy segítsék a térség 24 települését abban, hogy munkaerőpiaci mutatóik javuljanak olyan eszközökkel, mint például információnyújtás, mentorálás, bérköltség és bértámogatások, vagy vállalkozóvá válási támogatások. Erre az összköltség 424 millió forint volt, ebből Makó több mint 79 millió forinttal gazdálkodhatott. Településünk túlteljesítette az elvárásokat, a tervezett 537 fő helyett 553 fő került bevonásra. Egy sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta, a március végén befejeződött projektet tovább tudják folytatni, erre ugyanis további forrásokat kapott a város. 2021. március 5-én született meg az a kormányhatározat, amelynek tekintetében Makóváros önkormányzata, mint konzorciumvezető és Csongrád-Csanád megye kormányhivatal további 364.898.324 forintot kap tulajdonképpen támogatói szerződés formájában, amelynek köszönhetően magát a programot 2022. december 31-ig tudjuk folytatni. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Juhász Tünde kormány megbízott is, aki rávilágított. A kormányhivatal, mint a magyar állam munkaerőpiaci feladatait megvalósító területi szervezet, mindenképpen pozitívnak tartja az ilyen lehetőségeket. Az elmúlt uniós pénzügyi ciklusban, ami ugye 2014-től indult, a különböző munkaerőpiaci támogatásokat lehetővé tevő operatív programokból több mint 25 milliárd forintnyi támogatás jutott a megyébe. Ugye ebbe sorolom ezt a jelenlegi programot is, és ennek hatására több tízezer Csongrád-Csanád megyei munkavállalót, avagy munkát keresőt és foglalkoztatót tudtunk támogatni. Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke is előremutatónak tartja a kezdeményezést. Nagyon örültünk neki, hogy ilyen járási kezdeményezések voltak. Mindenképpen fontos ezekbe a forrásokat betenni, ezért is örömmel támogattuk ezt a kiegészítő forrást is, és büszkén és bátran mondhatom, hogy a következő operatív program időszakban, a területi operatív program plusz programban is milliárdos nagyságrendű forrást tervezünk ezekre a Paktum programokra. Mágori András József megyei önkormányzati képviselő elmondta, a járványügyi helyzetben még nagyobb szükség van az ilyen támogatásokra. Hallunk róla, hogy meg annyi vállalkozás megingott, illetve sokan elveszítették a munkájukat, csak munkahelyteremtő támogatásokkal tudnak prosperálni. Úgyhogy még nagyobb örömmel üdvözlöm ezt, hogy ez tovább folytatódhat 22. decemberéig. Eddig ezeknek az embereknek, vállalkozásoknak a jövője biztosítva van. A pályázati forrásokból a makói Grand Hotel Glorious is részesült. Grand Hotel Glorious szálloda 2018 és 2019-es évben 4 bérköltség támogatási szerződést tudott ennek a programnak a keretében indítani. Főként pályakezdő dolgozók bevonására volt lehetőségünk. Nagyon pozitív eredményekkel zártuk ezt a 4 szerződést, ugyanis mind a 4 szerződés meghosszabbításra került határozatlan idejűre. Hozzátette, a gazdasági nehézségek ellenére ebből a 4 emberből 2 még a mai napig is a szállodában dolgozik.
A szerdai kormányülést követően jelentette be a legújabb intézkedéseket Orbán Viktor hivatalos Facebook oldalán. A miniszterelnök a teraszok nyitásáról és az iskolák újraindításáról adott tájékoztatást videójában. Elsőként örömmel számolt be arról, hogy elértük a 3 millió ember beoltását. A kormány nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akiknek a munkája dicséri az elért eredményt. Hangsúlyozta, talán Európában mi haladunk a legjobban és a leggyorsabban az oltással. A kormány az újraindítás következő lépcsőfokát 3,5 millió beoltott emberben határozta meg, amely reményei szerint a következő hét közepén, szerdán vagy csütörtökön meg lehet. Ekkor kinyithatnak a teraszok, és hogy a vendéglátósoknak is könnyebb legyen, az őket terhelő teraszdíjat eltörlik. Az iskolák újranyitásával kapcsolatban elmondta, csak fokozatosan és óvatosan haladhatnak, ezért türelmet és megértést kért a szülőktől. Úgy döntöttünk, hogy április 19-én, vagyis hétfőn kinyitjuk az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatos osztályait. A felső tagozatban marad az otthoni, digitális alapú oktatás. Ő számukra, a felső tagozatos diákok számára az iskola majd a középiskolásokkal egy időben május 10-én nyílik meg. Kiemelte, a kormány azt is megalapította, hogy mind a nemzetközi térben, mind itthon felerősödtek a vakcinák elleni politikai támadások. Orbán Viktor szerint ezeknek az a célja, hogy zavart keltsenek és elbizonytalanítsák az embereket. Ezért mindenkit arra kérek, hogy ne hallgasson az oltás ellenes hangokra, mert az oltás életet menthet. Ezért arra kérem önöket, hogy a felkínált vakcinát fogadják el, és oltassák be magukat. Vigyázzunk egymásra, minden élet számít, és ha így megy tovább, akkor együtt ismét sikerülni fog. Folyamatosan zajlik az oltás. A csütörtök reggeli adatok szerint a beoltottak száma 3.090.994 fő. Közülük 1.325.587 fő már a második oltását is megkapta. 5.307 fő az új fertőzöttek száma, és elhunyt 256, többségében idős, krónikus beteg. A gyógyultaké folyamatosan nő, jelenleg 440.498 főre tehető. 9.848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1156-an vannak lélegeztetőgépen. A Start közmunkaprogramban az Oroszlán utcán folynak a munkálatok, azonban még számos járdaszakaszt szeretne Gáspár Sándor önkormányzati képviselő újjáépítetni. A Hét Híre című hírháttér magazinunk vendége továbbá kitért a Nagyér csatorna kamerarendszerére, valamint a fürdő bővítésére is. A koronavírus ideje alatt Gáspár Sándor, a 8-as választókörzet képviselője, igyekezett figyelemmel kísérni az önkormányzat munkáját és dolgozni a hozzá tartozó körzetéért. A Start munkaprogram keretében több utcajárdája újult meg. Szó esett a tavaly elkészített Hajnóci és Virág utcák szakaszairól, valamint arról is, hogy hol folyik jelenleg munka. Jelen pillanatban az Oroszlán utca, ez igaz, hogy ez 2020-as, tehát most jelen pillanatban azt csinálják ott a dolgozók, de viszont az idei Start járda programban pedig a Munkás utca, a Szentháromság utcát a Kassai utcáig van beadva, az a 200 méter. Aztán majd a járda program, az effektív járda program, az majd valamikor május végén és június elején, amikor a költségvetést még át tudjuk nézni, és beérkeznek a pénzek még a fentről, akkor tudjuk megnézni, hogy mennyi az a folyóméter, amit még ebben az évben meg tudunk csinálni. Gáspár Sándor hozzátette, a tervei között szerepel még többek között a Sas, az Adria, a Pipacs és a Juhász Gyula utcák is. Reméli, hogy hamarosan ezekre is sor kerülhet. Továbbá szó esett a csapadék vízelvezető rendszerről és a Nagyér csatornáról, amely az esősebb időszakokban jelentős problémát tud okozni a településen élők számára. A képviselő kiemelte, hogy 2017-ben kezdett el bűzleni a csatorna vize, majd az önkormányzat elkezdte rendszeresen kikotorni, mert a szemét eltömítette. Az illegális szemét az mintha csökkenne, de azért nem csökken. Hát hál' Istennek odáig elértünk, hogy a polgármester asszonnyal és a műszaki osztály volt egy megbeszélés, és odáig eljutottunk, hogy a Cucor utcai átereszhez teszünk egy kamerát, akkor a Miklós utcára, az Rimi utcai óvoda háta mögé teszünk egy kamerát, valamint a Lilium utca és a Tompa utca közt van egy
egy villanykarót, van egy világítás, és oda is teszünk egy kamerát, hogy bekamerázzuk azt a részt, hogy oda az illegális hulladék az ne kerüljön se a partjára, se pedig bele, mert mindent beleigálnak. Elhangzott többek között az is, hogy a csatorna lefedése megoldás lehet a problémára, azonban ez több milliárd forintos beruházás lenne, amelyre az önkormányzatnak jelenleg nincs elegendő forrása. A magazin beszélgetés során a települési képviselő örömmel osztotta meg, hogy a körzetéhez tartozó hagymatikum fürdő beruházását a lakosok is várják, és pozitívan vélekednek a fejlesztésről. A teljes beszélgetést a mai híradó után a Hét Híre című hírháttér magazinunkban láthatják. Magyarországon tavaly december óta folyamatosan zajlik a regisztrált lakosok oltása. Összesen több mint 3 millió ember került már sorra. Közülük a koronavírussal szemben a megfelelő védettségi szint annál, amint egy 1,2 millió embernél alakult már ki, akik megkapták a második adagot is a készítményekből, mondta el dr. Duda Ernő. A Szegedi Tudományegyetem virológus, immunológus professzora szerint hosszú távon a vakcináció jelentheti a kizárólagos utat ebből a rendhagyó helyzetből, a felnőttek és a 18 éven aluliak számára egyaránt. A jelenleg is a világban dúló COVID-19 járvány megmutatta, hogy a jövőben különböző vírusokkal kell élnünk, hiszen várható, hogy újabb vírusmutánsok jelennek meg. Ahhoz azonban, hogy a mostani pandémiát legyőzzük, az emberek legalább 80%-ának, köztük a gyerekeknek is fel kell venniük az oltást, fogalmazott a virológus professzor, aki kitért arra, hogy a Pfizer már tavaly októberben elkezdte a 12-15 éves gyerekekkel a vakcinája klinikai próbáit. Ennek az engedélyeztetése akár ebben a hónapban is megtörténhet. Az ennél fiatalabbakra vonatkozóan pedig még folyamatban vannak a finomítások. Mondjuk egy 3 éves gyerek az azért sokkal kisebb testsúlyú, tehát nem ugyanakkor a dózis kell a védőoltásból, mint egy felnőttnek. De egy 90 kilós felnőtt, meg egy 3 éves 9 kilós gyerek, ugye az 10-szeres különbség, de az nem azt jelenti, hogy 10-szer kevesebb kell, hanem mondjuk fele akkora, vagy harmad akkora dózis. Már elég. Tehát tulajdonképpen itt arra megy ki, hogy mennyi az a mennyiség, amelyik már teljes védettséget okoz. Jelenleg még hazánkban is a felnőtt lakosság oltása zajlik. Ezzel kapcsolatosan dr. Duda Ernő nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a regisztráció nem csak egyéni, hanem társadalmi felelősségvállalás is. Hogyha ő nem oltatja be magát, akkor ő megfertőződhet, és megfertőzhet olyan embereket, akiket különféle okok miatt nem lehet bevédeni, akiket nem lehet immunizálni, mert daganatos betegség, tehát leukémiásokat egy csomó esetben nem alakul ki bennük védettség. Tehát hiába próbáljuk őket vakcinálni, nem lehet. De hát vannak, akiknek vele született immunhiányos állapota van. Hogyha valaki egy ilyen embert megfertőz és az meghal, az egy gondatlanságból elkövetett emberölés. Tehát ezért én azt mondom, hogy a társadalom szempontjából egy rendkívüli módon antiszociális viselkedés az, hogyha valaki nem oltatja be magát. Tehát ettől a pillanattól kezdve ez nem egy egyéni döntés, ez egy társadalom ellenes döntés. Tehát hosszú távon én nem hiszem, hogy ezt a vírust át lehet úgy élni, hogy valaki ne legyen súlyos beteg, vagy nem oltatja be magát. Hangsúlyozta, ezt a vírust a miatta kialakuló hosszú távú betegségek teszik igazán veszedelmessé a többivel szemben, hiszen volt már rá példa, hogy az illető tünetmentesen átvészelte a fertőzést, majd rá 3 hónapra a különböző szövődmények miatt került kórházba. A később jelentkező post-covid problémák között említhetjük például a szívizomgyulladást, a szervi elégtelenséget és a pszichés panaszokat is. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Tovább folytatódik a makói paktum. Fejlődés és fejlesztés a 8-as számú választókörzetben. A vírus nem fog eltűnni, vele szemben csak mi védhetjük meg magunkat.
Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkat láthatják. Ezt követően megtekinthetik Társalgó című színes kulturális magazinunkat, valamint a Munkácsi Krisztus trilógia vallási szemmel második részét. Végezetül a Makó Infót, melyben Farkas Éva Erzsébet Makóváros polgármestere ad tájékoztatást az aktuális intézkedésekről. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!